A profi, amatőr és tömegsportban engedélyezzük az edzést és a zárt körű sporteseményeket. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az április 30-ai kormányinfón több a sporthoz kapcsolódó kormányzati döntésről is beszámolt a koronavírus járványjal összefüggésben. Aznap este megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete, melynek értelmében Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül zárt körülmények között megtartható. A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport labdarúgó való részvétel megengedett. Az íjász életbe csak vissza akarunk most már térni, azért ez a bő másfél hónap az hosszú volt íjászat nélkül. A Gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület is megnyitotta a bő két hektáros íjász pályáját. A Csabai út mellett található Bajnok utcában egyéni és szervezett edzésekre az íjászok számára. Ott többek között 3D-s lehet gyakorolni. a szerencsére az íjászat egyéni sport, Közvetlen testi kontaktust a másikkal nem szükséges, nem is csinálunk, csak a felszerelésünkkel, így ilyen értelemben nincs gond, hogy a távolságot megtartsuk egymástól. Magyarországon évezredes múltra tekint vissza az íjászat. 2016 után, 2018-ban is Gyula adott otthont a történelmi íjászvilágbajnokságnak. világbajnokságnak. Akkor öt helyszínen, a termákempingben, a göndöcskertben, a várkertben, a Békis Csabai repülőtéren, valamint Gyula belvárosában a Kapus hídon zajlottak a megmérettetések. Az eseményre Szingapúrból Amerikáig 22 országból érkeztek íjászok. Hát ez a sportági szakszövetségen is múlik, hogy most mikor, hogy fog újraindulni a versenyszezon, még nem látjuk ennek az esélyét, hogy hogy fogjuk újraindítani. Nemzetközileg nem lesz, így eléggé egy halott szezonunk lesz, de legalább itthon tudunk lövöldözni. Lovász Tamás elmondta, várja azok jelentkezését, akiknek megtetszett ez a sportág. 8-9 éves kortól ajánlott az íjászkodás, hogy a megfelelő fegyelemmel, koncentrációval rendelkezzenek a későbbi tagok.